programról. 32. Képmadár Fesztivál, június 14-15-16. Azért van ilyen késő, mert az mindenki tudja, hogy előtt, előző héten van a választás, abban nem, nem, szabad ütközni, és előtte két héten, meg a választás előtt szintén nem szabad, nem, 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 nem engedem meg azt, hogy a politikába bármilyen szinten belefolyjunk. Ez, ez szerintem ez, ez, ez is tartja életben a Képmadarat 32 éve. Szóval, második hétvége, június 14-15-16. Kiállítás Nárai Tamás neve, gondolom, pláne a médiának nem újdonság, divattervező, festő, író, és egy nagyon kedves gyűjtő barátom Szabó András révén jutottam el a gyűjteményhez, az ő gyűjteménye jön le Budapestről, ez lesz a kiállítás. És egyébként a Nárai Tamás akkor még Pesten, már Magyarországon van, egyébként Spanyolországban él, már Pesten van, de akkor nem, abban az időben nem tud, nem tud ö, ö, eljönni, úgyhogy a könyvben mutatót viszont meg fogja tartani vasárnap délután 16 órakor. Tehát kiállítás megnyitó lesz 14-én pénteken 5 órakor, és a, 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 könyveit pedig dedikálja vasárnap 16 órakor szintén a kiállítóteremben. A, a, a fesztivál megnyitón Vigandre a hárfaművész volt, zenekar rektor fog játszani, így kezdődik a fesztivál. Este a, a programokból tud, tudtok majd venni, a szólanyagokból elkészültek. Este a Mendezon Kamerazenekar kamarazenekar Veszprémből fog játszani a Yezüta templomban. Ők már voltak talán kétszer is a 32 év alatt egy remek kamarazenekar Kovács Péter vezetésével. A három zódzista lesz a -Andrea, egy Dubüszsz művet fog játszani. Balázs János egy menzón kettős versenyt fog játszani Kovács Péterrel, és én fogok játszani egy Viktor Máté versenyt. Így néz ki a nyitókoncert a Jézusa templomban. És este, most már a mérek óta szokássá vált a Kék Madár Fesztivál kórus, édesanyám énekzene is volt, énekzene is kórusa, énekel itt lent a színházban. Közben itt a, a Sétáló utcában, Adria be lesz már rendezve a, 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 a Fabódékkal, nem tudom, mi a szebb neve a Fabódénak, mi a szebb neve. Az meg ezért kirakodó vásár, az Fesztivál pavilon. Fesztivál pavilon, igen, ezek lesznek kipakolva. Ott zsíros kenyerezés lesz, meg egy kis borozás. köszönhetően Lakatos Tibor unokabátyám, aki évek óta visszaeső és ide jár. Így néz ki a nyitónak péntek. Szombaton kezdődik a kézműves mesterek vására, itt a Sétáló utcában. És a gyerekműsor a Boridalok című trió egy remek gyerekműsoruk van, láttam belőle fölvételeket, ők jönnek el a a Sétáló utcában a színpadon fognak játszani. Este lesz egy nagyon nagy dobásunk, nem mintha a korábbiak nem lennének azok, de hogy a Katona Színháztól sikerült megszerezni a Kertész színben Sorstalanság című darabját. Ez fog menni. Most lett a bemutatója talán pár hete a Katonában, Pesten, és a Máté Gábor igazgató barátom ő ajánlotta, hogy ezt, ezt le tudják hozni. Két személyes darab, remek darab. A, a sorstalanságot gondolom ismeritek, vagy filmben, vagy, vagy könyvben, nem könnyű darab, de úgy vettem észre az elmúlt években, hogy, hogy az ilyen ütős darabok azok azért, hogy men, szoktak menni a közönségnek, szokott tetszeni, hogy nem, nem, valami könnyű dolgot játszunk, hanem valami, valami sokat mondót. Ilyen volt tavaly a Klem Viktorral, a Nagybőgő, vagy a, annak idején a, Mi volt? Milyen, milyen asszonya volt az a a Magam Asszonya című darab, vagy 15 évvel ezelőtt a Budaősről. Hogy este, utána egy kicsit föllazuljunk, Tátrai Tibor, vagy Tibusz, ahogy ismerik ő már volt, talán a Szűcs Antal Gáborral volt annak idején, még a műfázudvarán udvarán, vagy nem tudom, hogy hívják azt az épületet, műfázudvarán, udvarán, még annak idején két gitárral. Ők most már nem játszanak együtt, de a Tibusznak van egy új produkciója, a Godfather amit gondolom hallottatok egy remek csapat, ők jönnek el. Ez a szombati program, vasárnap délelőtt Szabó Balázs bandája, Sétáló utcában, délután 5 órakor pedig a Budapest bár jön, Kis és Lovasival és Behummi a negyedik most nem teszem de a Kis aki már a Quimbivel volt itt annak idején a katolikus udvarán nagy sikere, még Kékmadár pólóban is játsz, énekelt valamit. ez a délutáni program, ez a délután bevált itt, ugye az korábban mindig a, rock zene, vagy a könnyű zene az vasárnap késő este volt, és azt tapasztaltuk, hogy jobb, hogyha Jobb, hogyha délutára hozzuk, mert este, ahogy a vidékről jönnek, akkor már nehezebben mennek vissza éjszaka, kalocsajok is nehezebben mozdulnak ki este, úgyhogy azért tettük délután. Tavaly eddig négy órakor volt, mert az napsütés miatt meg egyáltalán kicsit a nárai dedikáció miatt is áttettük 5 órára, és akkor kezdődik tehát a Budapest bár. Este pedig a a Budapest Keller Andrással játszik Mozart műsort a Jözünt a templomban. Mozart Figaro házassága nyitány. Ádul zongorveseny Érdi Tamással. Talán év mond valamit, ő is volt már talán kétszer, még gyerekként is volt a fesztiválon, majd 25 éve. Ő az a vak zongorista, aki, aki remekül zongorázik és utána pedig a Hafnál szimfonia ez lesz a koncert a Budapest záró koncertje.